üljünk mindenkinek, régen volt már random sok videó, úgyhogy gondoltam itt az ideje. Már csak azért is, mert miért ne. És hajnalba karácsony, amikor az ember mi más csinál, mint sakkozom, fél egy lehet most. Fenne se fekszik le korán, ugye az teljesen felesleges. Az ott itt igazából... Hát több érdekesség is, az egyik az, hogy átgondoltabban csináltam a dolgaimat, mint szoktam, illetőleg, hogy mivel megnyitás ügyben vannak nálam ügyesebb emberek, valószínűleg belefutottam egy barom nagy hülyeségbe, amit meg is szívhattam volna, és biztos, hogy mind a ketten hülyen játszottunk. Amikor egy D4-et lép, tudomásom szerint két opció van, ez az nyilván lehet, hogy nem ütöm le, de szerintem az nem egy különösebben jó ötlet. Már csak azért sem, hogyha ezt utána megtolja, és ezzel el kell, hogy lépjek ez a gyalog, ugye nagyon szomorú lesz, lehet, hogy tudok egy F6-ot lépni, de... Hittem, ilyen F6, E5, 20, R7, az úgy nem tetszik, mondom, tehát nem vagyok ezügyben túl tájékozott, a két opció, amit így megfontoltam, az... Pardon, bocsán. Az ütés után ez a részt, hogy ugye nyilván a huszárral út vissza. Az egyik lehetőség itt, hogy leütöm a huszárt, hogy visszaült a veszélyrel. Másik meg, amit láttam, hogy ott az ez, de... Hát ez... De a ronda. Arra gondoltam, hogy szépen F4-et lépem, meg ide jövök és szomorú leszek. Ez ilyenkor kinyíri a parti állását? Ez elszomorító, akkor nem leszek újra behozni. Bocsánat, lehet ezt egy párszor elfütjük, már csak azért is idegesítően másra hoztam most az ablakot, mint az előbb. Kellemetlen. Nem mindegy. De alkalmazkodunk. Na igen, szóval F4-et vártam, helyette futó F4-öt. Ellépni nem igazán volt kedvem. Mert enyhén ultra csúnya, de kontrollja lett volna ugye a centrumban, úgyhogy helyette inkább úgy döntöttem, megvédem ezt a huszárt, szívesen cserélek. Csere után a huszár elkölt, akkor olyan happy vagyok. Na, helyett adott egy sakkot, ami ronda volt. Eléggé ronda, nyilván, hogyha egy G6-ot lépek, akkor két bábút elmadja a szegény huszáromat itt, és csak egy védi meg, tehát leüti a futóval, visszaütöm, leüti a vezérrel, viszi a bástyámat, és szomorú ember vagyok. Ezt így elszerettem volna kérni, úgyhogy helyette inkább beszéltem. Feltételezem, hogy itt egy valaki, aki ezt a megnyitást jobban ismeri, ki tudott volna csinálni, illetve hogy innentől kezdve hülyeségeket csinálunk mind a ketten. Vegyük észre, hogy ez a futó védtelen, csak hát ugye ez a huszár nem tud lépni, mert hogy szegény királyom kényelmetlenül érezte magát. Kihozza azt a huszárt, én meg úgy gondoltam, hogy okay, én ezt boldogan lecserélném, mert így is teljesen... Nem is egy jelenállás szerint használhatatlan, az alapsorozat tisztán van. Ő már így is eléggé úgy döntött, hogy megtámad, nem szeretném, ha ez a huszár is ide, nem tudom, E5-re vagy B5-re, ez tűnjön el. A másik huszár vagy B5-re. Jegyezzük meg, hogy itt a leírás azért nem különbözteti meg, hogy a huszár, a D-o huszár jött B5-re és nem a C-huszár, mert a C-huszár egy legális, ezt nem tettem, hogy nem sem lehet volna. Na már most, ugye ez azt jelenti, hogy megtámadta C7-et. Két bábúval is, ami nem különösebben tetszetős, főleg akkor nem a huszárról üti, mert akkor sakkot ad és a bástyámat is megtámadja, ami ronda, rendkívül ronda. Ha én most ezt a huszárt leütöm, leüti a gyaloggal is ugyanott vagyok, tehát hogy inkább egy másik megoldást választottam. A huszárról is leütett volna és visszament volna, de helyettem is tartotta volna azt a huszárt ott. Szóval egyszerűen elzártam a futó útját, ami már csak azért is jó, mert ez a futó előbb-utóbb csinálhat majd valamit, ami mindig jó. És ha előbb-utóbb lesz ilyen szerencsénk, hogy ez a huszárra léphet, akkor egy tök jó helye lesz. Ő sáncol, én megszabadulok egy pár tisztől, szerencsére a huszár visszahúz a felébe, mert még bármikor ide léphet, aminek nem vagyok nagy híve, úgyhogy gyorsan meg is akadályozom. Erre úgy dönt, hogy ad nekem egy sakkot. Na már most az biztos, hogy nem szeretnék C6-ot lépni, mert ezt a gyalogot a futó is támadja, meg a bástya is támadja. Tehát én C6-ot lépek, beüt a bástyával és nagyon szomorú ember leszek. Úgyhogy helyette a királyon lépek. Ez azért is jó, mert innentől kezdve ez a huszár el tud lépni valami vidámabb helyre. Illetve a király itt most segítséget nyújt abban, hogy ezeket a gyalogokat megvédje, tehát később talán elléphetek a C gyaloggal, nem kell attól félni, hogy ő ezt itt leüti és mindent visz.
meg ez a futó is kapott valami támogatást, ezért nem akartam F8-ra lépni. Meg az is hasznos, ha előbb-utóbb a bástyáimat össze tudom kötni. Tényleg, hogy ez a huszár kicsit itt beragad, de úgy gondoltam, hogy ebben van fantázia. És ne feledjük, ez azért is fontos, hogy innen elléptem, hogy most végre muszáj valamit csinálni ezzel a futóval, mert most már le tudnám ütni. Visszahúz a búzsba, én meg ezt a huszárt örömmel rakom egy nagyszerű mezőre. Egy pillanat erejéig, mert ő megtámadja, de nekem ezzel egy nagyszerű lehetőséget ad. Egy csodálatos villára, amikor ugye egy bábbal kettőt is megtámadod a futóit, most nem csak hogy ezt a bástyát szeretné leütni, hanem még a vezérét is. Fordítva mutatva értelmesebb lett volna, azt hiszem. De a vezérnek túl sok helyen nincs, ide nem tud lépni, ide se tud lépni, hát ha leüti ezt, akkor én boldog vagyok. Ide se tud lépni, ide se... Ide tud, és akkor... Az a baj, hogy a futóját így is lenyerem. Ide se tud lépni, H4-re tudna jönni a Swiss. Azt láttam, hogy azt gondoltam, hogy H4-re lép, leütöm, bejön a huszáról ide-oda egy sakkot, megyek tovább, és akkor utána ezt majd visszaüti. Helyette azonnal sakkot ad, én visszajövök ide. Túl sok opcióm nincs, tehát ugye ez a mező, ez a mező, ez a mező fogva van. Ide nem szeretnék lépni, mert akkor F5, ha nem is mat, de egyrészt a futóm elvesztését jelenteni, és aztán utána egyéb csúnyaságokat, mint utána vezér visszaüt, úgyhogy mind danke. Úgyhogy helyette visszamegyek F8-ra, ahol egész biztonságban érzem magam, de most jön be a vezérével. Ugye a figyelmes szemlélőnek feltűnhet, hogy ez azzal jár, hogy én ezt a futót majd leütöm. Jelen állás szerint tudom, ha észreveszük, ugye anyagilag egálban vagyunk, úgyhogy valószínűleg nem volt a legjobb ötlet a részemről az, hogy ezt ütöttem le, mert most sokat nem magát ezt elléphetne a bástyával. De helyette a huszárt üti, ami én is azt vártam, hogy ő majd ezt fogja csinálni, úgyhogy mind a kettőnek elkerült a figyelmet, hogy simán elléphet a bástyával, oszt akkor ennyit erről. Bár akkor ez a huszár ütöm élhet C4-re egyéb finomságok, de ez hiba volt, ezt itt fognom kellett volna azt leütnem. És utána egyéb finomságokkal foglalkozni. Még egy megjegyzés, azért ütöttem a bástyával és nem a királya, mert utána ő beüt C7-re. És akkor elvesztem a bástyám, amit nem szeretnék. Így is beüt C7-re, de így akkor csak egy alapszállat. Szóval elkövettem ezt az apró mulasztást, de szerencsére megúsztam, értelemszerűen a bástyába üt, mert itt haszontalan, úgyhogy legalább végre csinálni is valamit. Én visszaszedem ezt a gyalogot, tudván, hogy ez a huszár itt most szemétkedni fog. Egy sakkal is. Most el kell dönteni, hogy hová lépek. Ugye három opcióm is van elvileg. F7, E7 és E8. Fontos, hogy ez a bástya ezt a gyalogot nagyon szeretné leütni. Én még nagyon nem szeretném, hogy leütse, mások azért sem, utána ezt a gyalogot elviszi a futó, és különben is ezt itt lenyomják a torkomon, akkor elég kellemetlen helyzetben vagyok. És túl komoly anyagi előnyöm azért nincs. Tehát, hogy egy minőség előnyöm van, ami mindjárt ugye csökkenni fog egy picit. Úgyhogy ezt a gyalogot feltétlen meg kell védenem, erre csak egy lépés alkalmas ez, úgyhogy feláldoztam a G7 gyalogomat. Ami szomorú, de fontos dolog volt. Na már most itt viszont arra kellett figyelnem, hogy ő majd utána ezt szeretné majd lépni, ami nem vagyok, hogy sakkot ad nekem, de egy második bábot is ráállít erre a gyalogra, úgyhogy akkor ő azt ott leütné, és én nagyon szomorú lennék. És megtehetném, hogy ezt a bástyát valahogy így ráállítom a védekezésre, de azzal több probléma is van, egyrészt az, hogy abszolút a passzív helyzetben lennék, másrészt mint egy futó sakk után most hová megyek, ugye. Tehát most neki lesz itt egy tök aktív huszárja, a királyomat eltakarítják a búzsban, nem tetszik, helyette inkább ezt lépem, egy kicsit hülyén kinéző lépés, ugye a huszárt nem jó ötlet általában a pálya szélére rakni, de vagy a tábla szélére rakni, de mindenképp meg akartam az elakadályozni, hogy ide lépjen a huszárjával. Ismét csapkot adott, így kevésbé zavart. Továbbra is őrzem ezt a gyalogot. Megtámadja a huszáromat. Amivel hát ellépek, de ez egy nagyszerű mező neki, és nagyon tervembe is volt véve, hogy ott ide jutassam, mert így mind a két gyalogomat tudja védeni. A futó innen nem fogja tudni elküldeni soha, mert ugye sötét mezőkön megy ez a futó, ez pedig egy világos színű mező. Ő pedig itt egy érdekes ajánlatot tesz nekem, hogy oké, üzd le a futómat nyugodtan, de cserébe akkor én a bástyámmal leütöm ezt, mert akkor már nem fogja elég bábú védeni. Jelenleg védi a király és a huszár, ami elég arra, hogy megakadályozza a huszár, illetőleg a bástya
csúnya kísérleteit, szóval én leütném ezt a futót, akkor viszont ez már nem állna fent, beütne a bástyával, és szomorú lennék szerintem. Nem biztos, és igazából ezt valószínűleg, ha lett volna elég időm, végig számolgatom, de úgy gondoltam, inkább játszok ezt biztonságosan, mert voltak elképzeléseim, hogy mit csináljak. Ezt léptem, még egyszer megvédte ezt a gyalogot, ugye tudva tudnánk a futónak, most el kell lépnie. Most mehet visszafele, ahol ő nem sok sót fog megenni. Vagy jöhet előre, amit egyébként majd csinálni is fog. A terv az, hogy ezt a bástyát idehozzam, és utána a C2 gyalogot megtámadom, amit ugye vagy előre lép vele, ami értelmesebb, vagy a bástyáját ide köti, hogy megvédje, ami értelmetlen. Utána én lejövök ide, és akkor ezzel a gyaloggal kell csinálni valamit, és ennek ez egy jó kis előképe, vagy egy felvezetése. Na igen, előre jött a futóval. Ismét megtámadja, három bábú védi és három támadja meg, ő ennél többet nem fog tudni arra használni, hogy megtámadja, tehát nem fogja tudni leütni, én meg úgy döntöttem, hogy oké, ez a futó tűnjön el. És F6-ra lépett, hogy ezért a közelben maradjon, és itt volt egy másik opció, illetve emlékszem, ezen itt tisztán emlékszem az előző esetben, kevésbé itt tisztán emlékszem rá, hogy azon gondolkodtam, hogy ezt érdemes lenne jobban végigszámolnom, de nem volt elég időm, illetve nem szerettem volna idő zavarba kerülni. Két opcióm van itt igazából. Az egyik az, hogy ide lépek a bástyával. Ezt inkább meg is mutatom, és akkor majd vissza lépegetünk, hogy behozom ide az ablakot. Ahol ugye ide nem nagyon tud lépni a futóval, mert az történik, ami egyéb esetben is történne, hogy a huszárt és a futót adja a bástyáért, ami amúgy sem egy jó ötlet, pláne úgyhogy itt oficiálisban vagyok már így is. Tehát most ide értelemszerűen nem tud lépni most, mert nem áll fent az, hogy ő ezt leütheti. Mert a két bástya és a király együtt őrzik. Úgyhogy két opciója lesz, hogy G7-re lép, vagy H4-re. Na már most, ha ide lép, ugye akkor, vagy hát, ha ide lép ez a válaszom. És ez a futó itt nem nagyon életképes, legyünk őszinték. Nem nagyon van neki itt mit csinálni, tehát még ide tud lépni. De akkor én meg leütöm ezt a G2 gyalogot a síráson. És ezt ő bizonyára szeretné elkerülni. Jelenleg ezt vegyük észre, hogy nem tudom leütni, tehát mondjuk tol egy ilyet. Akkor viszont megint fennáll, hogy én ezt lépem, és máshogy nem nagyon fogja tudni megvédeni, mint így és így. Akkor ő teljesen passzív. Én meg ezer dolgot kitalálhatok, hogy hogyan aktivizáljam a bábjaimat, és az egy kellemes helyzet, vagyok készül a 21-et, hogy teljesen szabad, például ide lép, és akkor ez belog elszáll. Meg úgy egyébként is aktivizálhatja magát ezerféleképpen, még ez a futó nem igen tud hova menni. Ez a bástya muszáj, hogy ezt védje, ez a 21 muszáj, hogy a futót védje. Ez neki kellemetlen. Ugye a másik opció pedig az, hogy visszajön ide. Ahol megint valószínűleg ezen gondolkodtam, hogy ezt lépi, és az utó teljesen reménytelen esett. Viszont ez a bástya sem nagyon csinál sokat, szóval ez az egyik alternatíva. A másik alternatíva viszont, ami történt is, az... Na bocsánat, elfelejtettem, hogy jártunk, az az volt, hogy folytattam, amit az előbb kitaláltam, ide léptem a bástyával, megtámadtam a C2 gyalogot, amit a várható C3 lépéssel védett meg, én pedig szintén a várható, vagy már korábban megtervezett bástya C4 lépéssel megtámadtam ezt a gyalogot, ő pedig nem azt lépte, amit én gondoltam elsőre, de menet közben megláttam, hogy ez fog következni. A huszárral védte meg. De már a huszár innentől kezdve teljesen reménytelen eset, és muszáj, hogy ezt védje. Ami nekem jó, tehát hogy oké. Előrébb jövök a király, ugye a végjátékban, amihez azért ez a pozíció már közeleg, vagy akár nem is tudom azt, mikor lehet annak nevezni. Fontos az aktív király, ez a futó pedig megint el kell, hogy, vagy most már tényleg el kell, hogy takarodjon a fenébe, ha G7-re jön, akkor ugye a bástya követi, de egyébként is az a terv. A futó viszont nem takarodik elő, úgy dönt, hogy megvédi. Nekem pedig itt izgalmas ötleteink támadnak. Ez a bástya most nem kell semmire, ez a gyalogban nincs megtámadva. Így is védi két báb, nem kell ez a bástya oda, hogy itt sem bármit csináljon. Erre itt érdemben áttörni nem tudok, vagy nagyon sokáig tartan, annyi idő még nem szeretnék neki adni. Helyett inkább képzeljük el, mi van akkor, ez a bástya itt próbálkozik valami finomsággal, például azzal, amit csinálni is fog. Itt most nem nagyon csinált semmit, de nem sem annyit túl, tehát ha a futót visszahúzza, akkor ez a lépés értelmetlen volt. A huszárnak muszáj ezt a gyalogot védenie. Ezzel mondjuk nem tudja megtámadni a bástyát, mert hogy ez a gyalog kötítőm. És ezzel előre léphet egyet, de minek? Ezzel nem léphet előre egyet, mert leütöm a huszárt.
Nem nagyon van más opció, megpróbálj aktivizálni a királyt. Király D2. Én pedig ismét jelzem, hogy nekem rohadtul nem tetszik az, hogy ez a futó itt van, és legyen kedves hazatakarodni az anyjába, amit meg is tesz. Itt vettem azonban észre, hogy ezek után nem tudom azt meglépni, amit eredetileg szerettem volna, ami ez volt, bástya G4. Ami tök aranyosan néz ki. Mert ez a gyalog itt nagyon sír, meg igazából a futó is nagyon zokog. Ami egy dolog, de neki van egy ilyenje, amit én rendkívüli módon nem szeretnék hagyni. Ugye az egyik opció, hogy D7-re lépek, leüti a 23 és szörnyűség van. A másik, hogy ide lépek, viszont akkor a felfedett csak miatt extra ronda dolgok történnek például. Mit tudom én, leüti a bástyámat. Ezt sem szerettem volna, tehát akkor elkönyveltem, hogy oké, ez a bástya innen. Jelen állás szerint nem nagyon megy sehová. És ezt, hát ezt elfogadtam. Akkor viszont mit csináljunk? Csináljuk azt, amit én szintén kifilóztam, így ideje nézegettem, de most sokkal inkább megtetszett a dolog most, hogy ez a bástya nincs itt középen. Az pedig az volt, hogy ezt a gyalogot megtoljam, ugye hát végül is a centrumban nekem van valamiféle előnyöm, és ha itt cserélünk, a királyom extra aktív lesz, és talán elindíthatom ezt az E-gyalogot lefelé, de ennyire nem is kell igazából hosszú távon gondolkodnom. Tudni illik, ha én ezt megtolom, ő leüti és visszaütöm, ez a futó támadás alá kerül. Ezt magában nem jelent semmit, tehát meg lehet ezt oldani, de jelen állás szerint konkrétan a probléma az, hogy a királyom ellépett és ez a bástya itt önálló életre kell, amit egy eléggé kaotikus helyzetet vezetne. Tudom, huszáron muszáj valamit csinálnia, vagy sakkot adnia, nyilván elviszik még egy gyalogot, tehát lehet, hogy ez is jó, tehát most mit tudom én. Most csak lépegetek valamit. Tehát valószínűleg ez is nyerő, de nem tűnt ez ilyen jónak, amikor ott számogattam, ha legyek teljesen őszinte. De esetleg a lényeg az, hogy nem szerettem, hogy leüsse ezt a huszárt a hetedik sorra, aztán egy bástyát, és itt elkezdjen majomkodni. Úgyhogy ide léptem a huszárra. Ami azért is vicces gondolat egyébként, mert tegyük fel, hogy én ide behozom ezt a huszárt előbb-utóbb. Milyen jó kis mező neki, nem? Ugye tök jó hangzik az ilyen. Egyébként rám is jellemző amatőr húzás, jó, ez tök jó, és hát jaj, hirtelenül lép egy H3-at. Most fordított sorrendbe képzeljék ezt, ide léptem, megtolta a H3-at, és jaj, már mehet is ez a huszár, most jövök rá, semmi értelme volt annak, amit csináltam. De szar. Most technikailag ez a lépés, tehát ebből a szempontból nem érne semmit. Mehetnék vissza. Időt buktam, semmi értelme. Hülyeség volt. Ami, hát nyilván hülyeségeket az ember nem szeret csinálni, ugye. Egy érdekesség van benne, ez a gyalog ellépett, és ez a 23-osban csak a futó által van védve. Jó. Szóval nekem eszem ágában nincs egyébként ide lejönni. Szóval huszárt azért hoztam vissza erre a kényelmetlen mezőre, hogy úgy tudjam ezt a lépést megtenni, hogy utána a világos bástya ne tudjon itt ütni. Hogy ez a huszár itt maradjon, sőt meg is akadályoz abban, hogy a hetedik sorra. A nyolcadikra tőlem jöhet, azt igazából pont leszarom jelenállás szerint. Na már most úgy gondoltam, hogy előre még akadályoz, hogy én G4-re jöjjek. Ennek a lépésnek én viszont rendkívüli módon örültem. És mindjárt látni fogjátok miért. Igazából ha egyesítitek a két gondolatomat, ami volt az eddigiekben, rendkívüli örömmel előre toltam ezt a gyalogot, ő leüti, visszaütöm, ő pedig feladta. Olyan miért adta fel ugye? Hát az egyik az, hogy ugye, amit én korábban mondtam, ez a bástya most megtámadta a futót. Ami kellemetlen. És mindjárt rájöttök, hogy miért olyan kellemetlen, mert pedig azért, ha mondjuk ide lép, ide is lép, hát ide tegyük fel, hogy ide lép, akkor pedig jé, nézd már, ezt már nem véli semmi, és én leütöm, és neki abszolút esélye nincs innentől kezdve, mert egy gyalogja van a bástyámért. És ez ellenül nem igen tud ezen a ponton mit csinálni, ugye jegyezzük meg. Ezt a futót ő nem fogja tudni megvédeni. Huszár F5 így elvileg mindent egyben tartana egyébként. Tehát a huszár védve van. Gyakorlatilag egyrészt vagy lecserélem így, ugyan itt vagyunk. Vagy beütök ide és utána játszunk el valamit. De így se úgy sem jó neki, és ezek után feladta. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy nekem voltak olyan ötleteim, hogy egy bizonyos ponton, hogy
hogy komoly áldozatokat hozzak, aminek ugye semmi értelme nem lett volna. Valahol volt egy olyan opció emlékeim szerint, hogy a... Hát, hogy itt húzok például egy bástya G4-et vagy valamit, és akkor előbb-utóbb még tudom, hogy most nyilván ez még csak a dájban. Csak nem emlékszem már pontosan, hogy hol láttam, úgyhogy most csak demonstratíve lépek pár hülyeséget. Valami ilyesmi, hogy a bástyát egy huszárért és egy gyalogért is, hogy komoly centrális lehetőségekért odaadom. Na, erre szokás azt mondani, hogy felesleges komplikáció, tehát a minimális anyagi előnyöm ezzel elúszik. Futó a huszár ellen egy olyan végjátékban, ahol egyáltalán nem zárt a gyalogállás, úgyhogy ez hosszú távon valószínűleg egy hülye ötlet lett volna, és mint láthattuk, semmi szükség nem is volt rá, mert ezzel a relatíve jól végig gondolt kis ötletemmel ő itt, hát ahogy mondani szokás, megszívta. Felmerül a kérdés egyébként, hogy igazából itt mit tudott volna csinálni, és hosszabb távon, hát mondjuk, mit tudom én, a királyát közel, őszintén ezzel nem gondolkodtam túl sokat, ezzel ugye az a baj, hogy ez tempóval jön ez a lépés. Gyakorlatilag ugye itt a középtávú tervem az, hogy ezt a gyalogot valahogy onnan kiírtsuk, de amúgy is benne lettem volna én itt egy cserében, amíg nem jár azzal, hogy ez a bástya ide bejön, mert ennek a futónak el kell húznia az Isten háta mögé. Egyébként itt is például opció ez, amit kitaláltam, csak továbbra sem vagyok róla meggyőződve, hogy jó ötlet. Pláne, hogy ez esetben még egy gyaloggal le is lennék maradva. De ezek ilyen random dolgok voltak, amik menet közben eszembe jutottak, és nyilván nem véletlenül nem hajtottam őket végre. De igen, ez a D5 lépés így is úgy is be volt tervezve. És ha itt mondjuk nem egy ilyen őrült bevállalósat lépek, hanem mit tudom, csak a huszárt hozom le. Így már kicsit érdekesebb ez a huszár itt. Szerintem legalábbis mindenképp. Ugye ha ezt léti egyből vége, úgyhogy ezt nem lépheti. Ide a játék szabályai miatt nem léphet. Ha egyéb helyekre lép, akkor meg ez a gyalog elindul előre. És akkor ez egy kellemetlen szituáció a számára. És a jó ég tudja, mi sült volna ebből ki, de nekem ez minden esetre tetszik valami ilyesmi. De minden esetre szerintem ez egy érdekes parti volt, volt benne pár magamhoz képest meglepő odaadásra végig gondolt gondolat, úgyhogy remélem azon pernahajderek közületek, akiket érdekelnek is a sok videók, ezt informatívnak találták. Innen folytatjuk legközelebb.